Köszönöm a vakutól. Nem tudom, hogy ti mennyire voltatok, vagy mennyire voltatok itt a múltkori alkalmon, amelyik közületek hányan voltak itt. De hogy alapvetően az első körben, tehát az önkörző körben, az egy személyes történet, ami az én életemről szól. És ahogy a Marian is mondta, alapvetően ugye az a függőségemről. Tehát ugye én 13 évesen használtam először, tehát alkohollal kezdtem, és utána 14 éves koromtól végig mentem a különböző illegális kábítószerekkel. Egészen a dolgok függőre lettem. És aztán próbáltam elni többször, volt, amikor tiszta is voltam ugye hosszabb ideig, tehát 2,5 évig. Akkor egy másik függőség lett, tehát így a hatalmát az életem, ez a körben, aztán visszaestem, és 4 évig voltam ilyen utcai kábítószerfüggő. És aztán kerültem 2009-ben, amilyen is mondta, egy drogterápiás otthonba Magyarországon, ami nem egy kórház volt, hanem egy ilyen hosszú távú bentlakásos közösségi terápia. És ott töltött már egy évet. És azóta vagyok tiszta. Tehát én 4 éve vagyok szervezetes. És az első könyvem, tehát a drogmatózókkal, amit említettem Maria, az erről szólt, erről a blokkabierről, illetve mindazokra a dolgokról, ami az én személyes életemmel ezzel az egészen a lehetséges tisztal kapcsolatom. Tehát családi átteremről, meg hogy miket éltem meg közben. És már maga annak a könyvnek a kifejezése volt, hogy egy klasszikus elbeszélési baj, tehát nem mondjuk, hogy nézett ki. Tessék, mutatod előre jön. Nem úgy nézett ki ez a könyv, illetve nem úgy néz ki, mint ahogy most elmondom a dolgokat, hogy ez és ez és ez és ez történt, hanem igyekeztem ilyen regényszerűen bemutatni ezt az egész történetet, a saját történetemet, és hát ez állítólag sikeres is volt, de igazából nem az volt a célom azzal a könyvvel, hogy elmondjam a dolgokat, hogy ez és ez és ez történt, mert azt az olvasó kevésbé éri meg. Hanem az volt a célom, hogy azt, aki olvassa ezt a könyvet, az itt bevonuljon ebbe a világba, és itt megélje ugyanazt, mint amit én megéltem. De anélkül, hogy ő neki végig kelljen menni ezeken a fázisokon, amit nekem végig kellett itt a függőségem alatt. És hát a könyv 2011 végén jelent meg, és még az akkori jelen is benne van, tehát már akkor egy éve voltam tiszta, tehát elég friss volt, még nem akkor 2 éve. Voltam tiszta, de abban egy év a terápia volt, és ők is ennyi az a terület, hogy ez egy hangsúlyozott a személyes történet. És a második, tehát ez a foglalatház címkén, aminek most az apropója mit vagyok, vagy amiről most beszélgetünk, de egyébként bármiről beszélgethetünk, tehát ezt úgy értem, hogy nyugodtan kérdezzetek közben, hogyha bármilyen kapcsolatban kiállít kérdésetek. Akár az első ez a történetek a könyveket. A második történet, vagy a második könyv, ez már nem ilyen, tehát nem rólam szól, és nem egy személyes elvű elbeszélés, hanem ez egy fikció, vagyis egy regény, vagyis egy megkonstruált világ, ami végül is ugyanabban az élményanyagból táplálkozik, tehát a függőség, a szenvedélybetegség, az alkoholizmus, tehát mindaz a periférikus létezésmód, amiben nekem is volt tapasztalatom, illetve van, tehát máig, mert hogy tartom a kapcsolatot ezekkel az emberekkel, és ez róluk szól, illetve rólunk szól, de regényszerűen elmondva, és hangsúlyozottan tudom arra, hogy ennek ne legyen az, hogy ez az én drognapló kettő visszatér, tehát nem ilyen, tudom, egy ilyen másik része, hanem ugyanabban a világban egy alkotás. És ugyanúgy azoknak, akik hál' Istennek nem kerülnek remélyre, és nem élik meg a függőség minden napja egy adott esetben. De nem sokkal fontosabb volt már az első könyvben, mert is tett a drognaplóba is azt bemutatni, hogy amikor az ember mondjuk elkezd valamilyen szert fogyasztani, és aztán egy függővé válik, ez egy folyamat, ez egy relatíve hosszú folyamat, a közben mit él meg belül? Tehát lelkileg és szellemileg, a gondolkodás módban. Mert az, hogy mit történnek vele így
így látványosan, az úgy látható, tehát hogy egy anyagosabb dolgcsal hazudik, kirabolja az emberekkel, átveri az anyján, és a többi, amiket én is csináltam. Tehát, hogy ezek a felszíni dolgok, és emellett azért szerintem az is fontos, hogy azokat a lelki dimenziókat bemutassuk, hogy legyen azokról is szó, ami mi történik ilyenkor az emberben, és ez főleg a környezetnek szóval ilyenkor valóban. És a foglalatban is ez volt a célom valamilyen szinten, hogy azokon a külső történeteken keresztül, ami megjelennek benne, így bemutassam, hogy milyen ez a világ belülről. Tehát én mindig ilyen feedbackekből kapom azt, hogy tehát ha más úgy érzi, hogy neki adott valamit, és többet megtudja magáról, a világról, vagy más perspektívában látta bizonyos helyzeteket, akkor az nekem egy kötő visszacsapolás, és én örülök ehhez. Így van, és ilyen visszacsapolásokat kapok. Tehát, hogy számomra egy könyvírás, vagy a könyv megírása, tehát az mondja kettő, az úgy működik, hogy nem nagyon számítom ki előre, úgymond a következményeket, vagy nem akarok hatni velük. Tehát, hogy nincs olyan célom, hogy mit akarok az olvasóban elérni, vagy kell elérni, hanem így kirakok ilyen dolgokat, szenteket, szövegeket, és akkor igazából az olvasó szabadságán múlik, hogy neki ebből milyen lehet, vagy mi érinti meg. Tehát a foglalat is elég sokrétű történetekből áll meg sok fajta nyelvi műfajta. Igazából, tehát hogy ezt így szó szerint is megértem, tehát hogy nekem az a tapasztalatom, nyilván más író vagy más valaki, aki szintén történeteket ír, regényeket ír, máshogy láthatja ezt. Nekem az a tapasztalatom, hogy az ember akármit ír, az végső soron mindig róla szól. Tehát, hogyha én írnék most egy skifit arról, hogy jönnek az óriás emberek és felszabálják az összes paradicsomot, nem tudom én, tehát valahol ilyen abban a történetben is benne lennék. Tehát benne lenne a gondolkodásmódom, a tapasztalatom, az, hogy hogyan látom a világot, az, hogy milyen szavakat használok, stb. Tehát az, hogy tehát minden könyv valahol az íróról szól, de ugye nem mindegy, hogy milyen mértékben, hogy mennyiben látványosan van benne. És én abszolút benne vagyok a foglalatban, látványosan is, meg kevésbé látványosan is. Tehát én beleértem magamat, meg az okairól majd így beszélek egy kicsit később. Én valamit elfelejtettem. Sok mindent el szoktam felejteni egyébként, tehát hogy ez a litvai utcán speciál az oka, az a szipu, nem tudom, biztos ismeritek az olyan inhaláló zacskóval inhalálni különböző szerves oldószereket. Elég hosszú ideig csináltam 14 éves koromban, és ez ugye memóriában már egy ilyen relatív hatással van. De hogy... Ez hasonló projekt, mint a fényképezős, csak ez remélhetőleg nem romlik el. nem ér ki. Ez nem kérdésem, hogyha körbeadnám ezt a lapot, vagy kettőt, mert van sokan. És hogy így légy, írjátok fel rá a keresztnevetek, meg az életkorotokat, illetve aki szeretné, azt felírhatja az illetcímet is, plusz a teljes nevét. Zárójelbe zárva. Kezdem. Tollat is illene adni, nem? Kit hallottok ott, hát úr? Hogyha valaki nem hallva lenni, akkor így csináljál egy ilyet, és akkor megismét feléljük az egészet. Előre. Hát akkor romantózik lenni. Hát persze. A foglalkházban és a drónakokban is többször visszaküszöm, és számomra visszaküszönt az a tény, és az a mondat, hogy a beteg társadalomnak a drogosokat tünet volt az orvos.
is az a szemléletmód, hogy maguk a függők azok, akik felmerik vállalni a valóságot, és hogy ők azok, akik keményeket mondott, hogy ők az őszintén. És nem lehet, hogy ezzel csak ez mit akar, ez így van, vagy ők becsapják saját magukat. Igazából ez egy olyan, igen, ez tehát van ilyen mondat, hát dolgok oldal is, szó szerint igen, hogy a társadalombeteg és a orvosi tünetet, a tünetei ennek a betegségnek. Ezt én olyan értelemben írtam, meg olyan értelemben gondolom, meg látom, hogy tehát ennek van egy spirituális dimenziója igazából. Tehát a spirituális ez ugye egy ilyen szellemi, lelki, az Istennel való kapcsolatot jelenti. És egy olyan dimenzió, ami az ember ítéletéről szól, ugye spirituális az bármilyen, ami vallással kapcsolatos, de nem csak kereszténységgel, mint akármilyen vallással, az egy ilyen spirituális dimenzió, és ebben én keresztény vagyok, megtehetem, hívő vagyok. És ebből a szemszögből nézve, számomra úgy néz ki a dolog, üdvtörténetileg, hogy ugye volt az Édenkert, ahol az Istennel az emberek együtt éltek. Vagy emberek, szóval, hogy ugye a két ember. Tehát volt egy fajta, hogy ilyen éden, ilyen paradicsom boldog állapot Istennel való együttlét, utána jött a bűnbeesés, amikor megromlott minden, és azóta gyakorlatilag egy ilyen bűnbeesett világban élünk. Tehát egy elcseszett világban, és ugye közben megérkezett Jézus Krisztus, és lehetővé tette az Istennel való közvetlen kapcsolatot újra, tehát a megváltással. Viszont a világ attól még ugyanolyan maradt. Tehát ugye majd vissza fog jönni. Akkor elérkezik a második teremtés. De ugye ez van, vagy én így értelmezem a Bibliát. Na most, tehát hogy most egy olyan társadalomban élünk, egy olyan fázisban, amit emberek működtettek, emberi érdekek, és elég ilyen. Tehát nem Jézusi alapokig működik a világi társadalom. És hát ennek ugye vannak tünetei, tehát igazságtalanság, hazugság, manipuláció, kizsákvány, astralala. Tehát ez már egy bűnbeesett világban. És számomra például bizonyos szinten a drogfüggőség, vagy a kábítószerfogyasztás, vagy bármilyen szerfogyasztás, az ezen a spirituális szinten számomra semmi másról szól, mint annak az elvesített édenkertnek a keresését, ami valaha egy volt. És ez ugye elérhetetlen már, és nem olyan mindenki, ezekkel a kémiai szerekkel nagyon eufórikus állapotokat el lehet érni, de az egész illúzió, ugye, mert hogy amint kimegy a szer vége a hatásnak, és meg kell ismételni, és aztán elég egy ilyen lefelé vezető lejtő, hogy már nem ad semmit, csak belehasznak kávé. És de hogy ebben a spirituális dimenzióban az erről szól. És ilyen értelemben írtam én ezt a mondatot, hogy a világbeteg és a kábítószer is a tünetei. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok embernél a kémiai szerfogyasztás nem tudatosan. Tehát én sem gondoltam ezt 18 évesen, hogy ezért ülöm magam heroinnal, mert az édenkertbe akarok jutni, érted? Meg így tudom, én is nem akarok jutni. De hogy valamilyen lelki szinten azt a hiányt, amit az Isten nélküliség okozott bennem, azt ezzel próbáltam kitölteni. Én azt gondolom, tehát ezt a típusú reflexiót, hogy ezt a típusú tudatosságot, én ezt így, tehát azóta, hogy leálltam 4 évvel, meg ahogy írtam a könyveket, és folyamatosan reflektálok önmagamra, tehát így visszacsatolok, és így gondolkozom a magamról, a világról, a múltamról, stb. Akkor jöttem rá erre. Tehát én azt gondolom, hogy tehát amikor az ember megnehozik, hogy kárítószert használ, vagy alkoholizál, akkor ez abszolút hiányzik belőle, hogy ő önmagára őszintén rá tudja nézni, vagy a tetteinek az okát ismerje. És azt persze, hogy ezt egy ilyen spirituális dolognak fogják el, az szerintem meg abszolút nem. Tehát ez egy utólagos interpretáció, és ez az én értelmezésem. A saját életemben nézve, tehát ez nem egy ilyen általános. Tehát ugye azt szokták mondani, meg az a... Tehát én például miért kezdtem el anyagozni, dolgozni. Nem azért, hogy Isten kerestem volna, hogy a személyiség jutott ki ilyesmi, hanem azért, hogy jól akartam érezni magam, tehát rosszul éreztem magam a bőrömben, és jobban akartam magam érezni. Ez volt az egyik ok, meg persze ott volt a kíváncsiság, meg azért, hogy ilyen mintákat láttam a tévében, meg a
filmekben, meg zenében hallottam, hogy ez milyen lemő dolog. Tehát ez volt. Másikok meg az volt, hogy miután elkezdtem használni, így rájöttem, mondjuk, hogy így volt egy csomó olyan dolog bennük, meg van én a személyiségemben, ami ilyen tökéletes. Tehát így nagyon szorongó voltam, nagyon gátlásos voltam, nem tudtam kezelni a zenei kapcsolatokat, nem volt önértékelésem, nem volt önismeretem, stb. És amikor elkezdtem szereket használni, akkor úgy éreztem, hogy ettől én több leszek, és ettől én megváltozom, és ettől én persze megváltozom, hogy meg azért változom. És ettől nekem jó lesz. Tehát volt egy ilyen gyógyító jellege is. Tehát a jelvezetkeresésről szólt, hanem arról is, hogy a bennem jövő hiányokat megjutítsam kémiai szerekkel. És azt gondolom, hogy ez nagyon sok embernek ugyanúgy működik. Tehát, hogy nem csak azok használnak kábítószereket, meg ugye lesznek alkohol, meg örömet várnak, hanem egy idő után ez átmegy öngyógyításba. Tehát mit tudom én, lecseszett a főnökön, vagy sikertelen voltam az iskolába, akkor nem az van, hogy mit tudom én, végig gondolom, hogy mi lehetett az oka, és változtatok rajta, hanem belőlem magam, hogy beszívok, vagy berúgok, és akkor van minden rendben. Tehát ez most egy konkrét példa. Találkozunk problémával, egy konfliktussal, vagy negatív élménnyel, akkor ez egy probléma megoldó kulcs. Nálam is, és nagyon sok embernél. Tehát, hogy akiket ismerek. Egyébként mikor az előtt kérdés, hogy megetőt fogok mellé. Hogy a tünet a drogozás. Tehát én azt gondolom, igen. Tehát, hogy ja, ez alapvetően ilyen spirituális dimenzió, és egyébként lehet, hogy érthető, amit így mondok. Tehát így nyugodtan kérdezhetek, hogyha nem. De nem be tudok erdőzni. Ez egy terápiás kifejezés, a beerdőzés azt jelenti, amikor az ember így elveszik a saját gondolatai között, és ő valamennyire érti, hogy mit mond, de a többiek semmit. Szóval jelezzetek erről. Perifériális élethelyzet, ezt én nem mondom azt, hogy jó, egyetlen jó, nyilván tök alak rossz. Viszont ebből az élethelyzetből egy csomó olyan dolgokra rá lehet látni, úgymond a normális társadalomnak, amit belülről nem. Tehát ez volt az még az előző kérdésre visszautalva, és a foglalatba jelenik meg számomra, hogy ez a típusú függő árnyék létezés, ez ad egy olyan perspektívát, ami a normális, vagy a önmagát normálisnak gondoló társadalom, ami szintén egy beteg, mert egy mindenső világban élünk, számára egy ilyen tükör. Ez így érthető. Akkor jó, boldog estét. Tehát foglalkozni az így, meg én nem állítom szembe, és nem mondok értékítéletek, hogy ez jó vagy rosszabb, hanem azt, hogy mással lehet rálátni. Tehát, hogy nagyon sok ember működik függő módon, anélkül, hogy ő bármilyen kényelmi szert használna, de a viselkedésében megjelenik az a kényszeresség, arról nem is beszélve, hogy ugye a hazugság, a manipuláció, az agresszió, a mások leuralása, vagy a besimulás, szóval vannak ilyen negatív viselkedés minták, ez ugyanúgy jelen van a nem függő társadalomban is. És azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy így el le lehet élni egy életet, attól az még nem korrekt, és nem tiszta, és Istennek nem tetsző dolog. Csak nem olyan látványosan pusztítja a környezetet, mint egy rob vagy egy alkohol függő, aki ugye a szűkebb és tágabb környezetét és önmagát is nagyon hamar leépíti. De például a hazugság, vagy az, hogy az emberek nem szeretik egymást, nem kedvet, nem akarok jót a másiknak, hanem magamnak akarok jót, és közben a többieket így lenyomom a kötel víz alá, az ugyanolyan pusztító. Tehát érted? És mindig ennek inkább, tehát így ilyen bizonyos dimenzióban foglalt ház
egyik ilyen szellemi háttere, meg hát alapvetően ugye benne van az evangélium, mindaz. Tehát, hogy ugye nem előtt, hogy idő vagyok. És számomra az értékelő alapja az, amit Jézus Krisztus mondom. Én erről pár évet külföldön. De mit kell ezt felépülni, ez nem olyan, hogy beleszültek, mint amit én influenzában vagy a drogfájásban, hogy szeretnék valami módszer két hétig is meggyógyulok, hanem az egy teljes, teljesen az embernek újra kell, meg kell tanulnia élni a mindennapokban, és egy teljesen új személyiségre kell felépítenie. És az, hogyha valaki mondjuk hívő, vagy az Istennel van kapcsolata, ugye, de, akkor ez sokkal könnyebb, mint hogyha így pusztán, mit tudom én, hogyan legyünk boldogok, kézikönyveket olvasok, és akkor mit tudom én, igyekszem valami tenni, van az életértelmű. De ez megint ugye a spirituális menző, vagy a lelki menző. Igazából az a, tehát ugye a függőség hogy alakul ki, tehát senki nem úgy kezd el kárítószert használni, mert ezen kényei szert használni, hogy ő függő akar lenni. Én is oda kezdtem el. Hanem, ahogy említettem, vagy tehát élvezetkeresés, plusz ilyen hiánykutatás volt. És van az a fázis, amikor az ember így kipróbálgat különböző kárítószereket, vagy szereket, ezt így hívják a szakirodalomban egyébként kísérletező fázisnak. Tehát négy fázisa van a függőség kialakulásának, ez az első. És akkor az ember mondjuk találkozik vele, kipróbálja, vagy nem, és akkor azt mondja, hogy kell, vagy nem kell. És majd én együtt használom az alkoholt, meg az összes illegális kábítószert is. Az alkohol az ugyanilyen tudatmódosító és idegrendszermódosító és függőséget okozó szer, mint mondjuk a heroin. Csak nem fél év alatt leszel tőle függő, hanem 5 vagy 10. Tehát, hogy minden nem viszont például. Tehát, hogy az ember próbálja ezt a szereket, és akkor vagy használni utána, vagy nem. Utána jön a következő fázis, ez a rekreációs használat, vagy szociális használat, amikor az ember már rendszeresen használ valamilyen szer. Viszont ez bizonyos alkalmakhoz kötődik. És ezt még úgymond így élvezethetően, hogy azért már azt gondolja, hogy ez az ő életünkkel tanítja. És ez lehet, hogy így is van. Tehát vannak olyan szerek, például ugye az alkohol, amit lehet rekreációs szinten használni akár életed végéig, hogy minden szombaton elhúz sörözni a verjeit, azt néz. Tehát nem lesz az alkohol is. Most nyáron innen ezt nem lehet, hogy minden szombaton belőled maradni, hát az úgy, hogy... Tehát itt már nagyon ugye szereknek, de ahol, hogy mindenki, minden szernél, tovább, hogy szociális és rekreációs szinten elkezdi rendszeresen fogyasztani. Tehát a fű, akármi, tehát hogy alkalmakhoz kötődik, bulihoz kötődik, stb. És aztán itt már egy kulcsszó a rendszeres használat. És utána jön a harmadik fázis, ami még mindig nem a függő, hanem ez a problémás használó, ami azt jelenti, hogy az ember már úgy fogyaszt valamilyen szert, legális vagy illegális kábítószer, hogy ez egyre több problémát okoz az ő mindennapi életére nézve. Tehát, hogy és ezek a problémák, tehát ez az egész szenvedélybetegség és sztori, ez ilyen úgymond multidimensionális, tehát hogy egyszerre befolyásolja az ember szociális állóját, tehát a kapcsolatait, az emberi kapcsolatait, a fizikai szintet, tehát a szervezetet, és a lelki-mentális szintet, tehát az érzéseket, meg a gondolkodásmódot. És ebben a szakaszban egyre több probléma jelentkezik mind a három szinten, tehát szociális szinten, mit tudom én így azt hiszem észre, hogy nem éppen nem veszed észre, de hogy például olyan kapcsolatai lesznek, akik főleg anyagoznak, vagy elbuknak azok az ismerősök, akik így normálisak, vagy nem tudoznak annyi. Lelki szinten kialakul az a típusú ilyen megszokás, hogy bármilyen problémád van, vagy bármit, hogy jól akarod érezni magad, akkor van, hogy ezt elhasználsz, stb.
Illetve a gondolkodásmódban, így az értékrendben egyre följebb kerül az, hogy, hogy valamilyen szert használja. Tehát, hogy mit tudom, hogy fontos volt addig, hogy olvasok tanulat, jár a múzeumban, csajozom, nem tudom, és akkor ezek elé kerül az, hogy mindig legyen cucc. Én kell nem figyelte, legyen pénze van, speedre, akármilyen, akármilyen. És aztán jön a... Ja, és egyébként ebben a lelki állapotban az ember tele van önigazolással, tehát hazudik, én is hazudtam, kifelé is, tehát mindenkinek, meg önmagamnak is hazudtam. Tehát, hogy az, tehát hogyha szembesülök egy ilyen problémával, hogy valaki visszajelz nekem, hogy figyelj, ez megállsz, hogy megint megbeszéltünk valamit, és te a tizedszerre nem jössz el, akkor én ezt nem kötöttem össze azzal, hogy ez a kábítószerfogyasztásom miatt van, hanem önigazolásokat találtam, hogy ez miért van. Tehát ez a mindig más a hibás fázis. Tehát az ember abszolút nem őszinte ekkornál se önmagával, se a környezetével. És folyamatosan leigazolja valamivel az visszafogyasztását. Mert van egy ilyen mondat, ez az ötegen vicces, hogy azért viszont, mert a sírsz. Tehát tudod, és ebben benne van az, hogy a másikra mutogatok, hogy én milyen használom valamilyen szállat. De ez nem csak ilyen közvetlen kapcsolatban jelenhetnek, hanem így bármire. Tehát az ember leigazolja a fogyasztást. És ez mindig nem a függő fázis, a negyedik a függő fázis, amikor az ember viszont már úgy használ kábítószert, vagy bármilyen szert, nem azért, hogy jobb legyen, hanem hogy ne legyen rosszul. Tehát, hogy a függőségnek egy mondatban az a definíciója, hogy függő az, akinek vannak elvonási tünetei. És az elvonási tünet az ugye azt jelenti, hogy az ember egy hiányállapotból indul. Vagyis, hogy rosszul vagyok. Tehát, hogy rosszul vagyok, hogyha nem fogyasztok szert. És éppen ezért a függőség logikája az, hogy az ember értékrendjében legalább öcső helyre kerül az, hogy meglegyen a pia, meglegyen a heroin, meglegyen a speed, meglegyen a dízelne, bármilyen cucc, a gyógyszer, rivotril, teljesen mindegy. Tehát, hogy az meglegyen, és utána jön minden. És itt már arról szól, hogy amikor nem tudok élni, nem tudok funkcionálni. És akkor tehát ez a négy szakasz van, és nyilván még a negyedik szakaszban is az ember tele van hazugsággal. Tehát az egész kémiai szerfogyasztás, mint szerfüggőség, az iszonyúan megváltoztatja az ember személyiségét, gondolkodásmódját, lelki állapotát. És az egyik ilyen változás a cselekedésben, hogy az ember elkezd hazudni, mint a vízfolyás. De nem úgy tudatos, nem csak tudatosan, hogy azt mondom, hogy A-ba megyek és közben B-be mentem, hanem hogy nem vallok be magamnak dolgokat, nem vallok be a környezetemnek. Hát pláne, hogy önmagamnak sem, hogy mit miért csinálok. És például a függő szakaszban is az a jellemző önbecsapás, meg kifelé is, hogy igazából én ezt akkor hagyom abban, amikor akarom, meg én nem vagyok függő, meg hogy én használom, és nem a szer használ engem, meg hogy ezt te nem érted, ez nekem kell, mert én író vagyok, én mit tudom, én okosabb vagyok, én szebb vagyok, én ez vagyok, az vagyok, amaz vagyok. Tehát érted, tehát valamivel leigazolom azt, hogy én nekem miért kell valami szert használni. És éppen ezért például a kiút, amit végül is visszakanyarod az eredeti kérdésedre, az rohadt nehéz. Tehát mert egy függővel, meg egy problémás szer használóval is nehéz kommunikálni, mert amikor így azt mondod neki, tehát nekem számtalan szó volt, ugye, hogy mondták, hogy figyelj már, te soha beteg vagy, tehát függő vagy, tehát nem látod, hogy mindenkit megjogsz, hogy már senkivel nem tudsz kommunikálni, de mindig is nem kártoksz, nem kártoksz. Tehát, hogy nagyon nehéz megszólítani, meg azt, hogy hát nekem ennek ez kell, és hogy ezt úgy se érted. Tehát, hogy pont ezt mondom, és a gyógyszeres kezelés az szart se értek, mert olyan értelemben, hogy az elvonási tüneteket lehet enyhíteni. Tehát alkoholról lehet rivotrilt a gyógyszereket használni, a heroinról is. De attól az ember személyisége nem változik meg, csak éppen mondjuk nem lesz olyan, nem lesz olyan pusztító a működésen, csak átter egy másik szer. Tehát, hogy igazából a legjobb kiút, hogy az ember nem jut el, hogy elég szakaszik. Tehát, egyébként ezt a négy szakaszt, ezt lehet egyszerűbben is mondani. Van a buli van fázis, baj van fázis, vagy a végén van fázis. És ugye például, aki a buliban van, a buli van fázisban, azzal se lehet beszélgetni, mert érted, most miért hagyok én abba bármit, ami nekem jó, vagy úgy tudom, hogy jó. Tehát érted, szerintem nem.
És abban a hajban fázisban meg azért nehéz megszületni az ember nem köti össze a szerfogyasztás, hogy az miért van. Az iskola miatt van, azért, hogy nem tudok rendesen tanulni, nem azért, hogy felesen hagyték, fejeltem, mert máshogy működik az elem, akkor úgy szóljam. Csajok miatt van az, hogy, hogy nem járok el szórakozni, de igazából már csak azon bennem, hogy este beálljak is jobb otthon, és érted. Szóval, hogy az ember egész viselkedésében változik is. Beszűkül. Tehát a beszűkültség és a kényszerettség az, az is mind egy ilyen alapműködési forma, hogy az ember lelkivilága, meg a gondolkodás mondja, az nagyon leegyszerűsödik, mert így a problémás fogyasztásnál és a függőségnél is kell, hogy nem képes tisztán gondolkodni, mint elmondjuk most vagy itt. Tehát, hogy nem látja azokat a helyi értékeket, hogy mi hol van az életben, meg milyen lehetőségek vannak, hanem befordul teljesen. És hát segíteni lehet egyébként, meg kell. Nehéz. Tehát, hogy a környezetnek pont az a legnehezebb, hogy függővel kapcsolatban egy problémás, aztán ahol az én környezetem is számítan szó megél, az a tehetetlenség érzés. Tehát, hogy tehetetlen vagy, nem tudsz mit csinálni. Mit csinálni szerencsétlen emberre, vagy nem szerencsétlen emberre, nem az az emberre. De ugye egy problémás fogyasztó, meg egy függő az alapvetően pusztítja nem csak önmagát, hanem a környezetét is. Tehát úgy viselkedik, hogy az ember a pokolba kívánja azt a csávót, mert ugye nem megbízhatatlan, hazudik, amit esetben lop, csal, nem tudom, ahol se tudni, szóval előttük. És éppen ezért nagyon nehéz a környezetbe szerepettel, hogy a pátiára fordulja felé. Ja. Mindenet hátra kell fordítani, ahhoz, hogy ebből kilátulod? Igazából arra pontra érdemes, hogy kell eljutni a szerint egy fejlőnek, vagy egy problémás számot, amikor önmaga akar változtatni. Tehát nem ő szeretne változtatni, mert úgy itt van ilyen. És van egy olyan kompetencia, vagy készség, ami egyébként mindennapi életben, tehát a normális életben, mint te most felejtsük az anyósokat, sem működik, főleg pasiknál, amivel ez a segítségkérés. Tehát, hogy én segítséget kérjek valamiben. Mert azzal, hogy én segítséget kérek bárkitől, abban benne van az, hogy én segítségre szorulok, és én mégsem vagyok akkor a király, mint amikor a királynak akarom magam mutatni. Vagy amikor a királynak én gondolom magam. És ugye egy kábítószer függő is, meg egy anyagos is, de egy úgymond normális zöldelt ember is, akinek az életének középpontjában nem Isten van, hanem mondjuk önmagam, vagy a pénz, az autó, vagy a csapta, akármi. Tehát azt gondolja, hogy ő irányítja a sorsát, és van egy önkép arról, hogy mekkora király, az is nagyon nehezen kér segítséget, de egyébként most meg pláne. És hogyha valaki már eljut arra a pontra, hogy segítséget kér, akkor onnantól lehet igazán segíteni neki. Mert ugye annak nem lehet segíteni, aki nem akarja. Van ez vicc, hogy milyen jó tettél, van. Hát átkísértem egy öreg, mint a zebrán. És minden rendben, hát nagyon nem akart átmenni, tehát hogy ilyen, szóval így nem lehet azoknak segíteni, igazából akik nem akarják. Egy nyugodtan kérdezzetek a kármét. A kisasszony ott azt a... Nekem több kérdésem is van, az egyik, csak egyenképp fogom őket feltenni, jó? Tehát az egyik kérdésem az, hogy azt mondtad, hogy ugye a függőség is, amivel egyébként egyetértek a hiány mutlásából alakul ki, de akkor ezek szerint mindenki függő. Mert ha az Isten kapcsolat, tehát az Isten kapcsolat hiányától szenvedek, akkor függővé válok, de akkor egy függő kapcsolatban is vagyok eleve, tehát legalábbis számomra ez derül ki abból, amit mondasz. Tehát alkatilag változtál-e, vagy ugyanúgy függőnek tartod magad? Ez az egyik ilyen kérdésem. A másik kérdésem pedig, hogy sokan azt állítják, hogy a függőség az kifejezetten alkati kérdés, tehát hogy nem mindenki tud függő lenni. Az egyik kérdés ellentmond a másiknak, de valahol nem tudom, hogy érted-e, hogy mi a... Hát, hogy? Lehet, hogy nem nézek ki, mint a kérdés. Érzel, hogy akkor is tehát a látszólagos ellentmondás abból fakad, hogy más dimenziójára vonatkozik a függőségnek, vagy az emberi létezésnek, azt gondolom. És akkor most. Pontosan, mert az Istentől függök. Meg a telefonomtól, tehát ez ilyen, de nem nyilvánnak tőle. Van egy ilyen team mód benne, hogy szeretem
vagy ezt a foglalban nem is ilyen mondat, most nem keresem, hogy mert is emlékszem, mert én írtam. Hogy minden ember függő, csak az alkohol és a drog függőség látványosabb a többire. Ami azt jelenti, hogy itt a függő, tehát arra gondolok, hogy a függőség az ember alapállapot elmények, ha nem dolgnak dolgok, hogyha arra gondolunk, hogyha... Tehát ott, itt a például a lélegzés, hogy a levegő. Tehát, hogy ha nem kapok levegőt, akkor meghalok, el van, és itt mondta, hogy lesznek ilyen állapotban. Tehát, hogy vannak olyan fizikai meghatározottságok, amikor az ember ugye alapból függ, tehát ilyen kényszerrel. Másrészt ez a függő működés, így spirituális szinten tehát a függőség az egy pejoratív dolog, egy pejoratív, tehát ilyen negatív... Az íze, igen, annak, ahogy függő, mert ebben benne van, hogy jeló, tehát hogy nem tudok önállóan, vagy képtelen vagyok önállóan csinálni dolgokat, vagy létezni. És szerintem ez, tehát hogyha elvonatkoztatunk ettől a pejoratív, vagy a negatív, hangsúlytól, vagy hangszintől, akkor tehát így van. Tehát, hogy egymás nélkül, emberi kapcsolatok nélkül nem tudsz létezni. Meg azt már húzzál ezzel érted, aki szerencsétlen csávó, mint vagy 10 évben dolgozott emberekkel, hát egy dobozba lakott, és képtelen volt beszélni, képtelen. Tehát szükségünk van egymásra, függünk egymástól, függünk attól, hogy emberi közösségben legyünk. De tehát, hogy, és ezek így, tehát én ezt így gondolom, neked ez valószínűleg is van. Maradok az én közlésére, tehát hogy én ezt így gondolom. És spirituális szinten pedig ott van, igen, az a... Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az Isten. Isten nélkül. Tehát én például tőle, igen, függök. Tehát ez a függőség, ez egy jó dolog. Tehát ez számomra ez egy pozitív függőség. Mert jó érzés azt tudni, hogy én rá vagyok utalva, és ő belőle vagyok, ő tehet, stb. Azért, mert tudom, hogy szeret. És ez egy bazin nagy flash. Tehát ez olyan, mint amikor a kisgyerek függ a szüleitől, aki enni adnak neki, meg aki gondoskodnak róla, de ez a mely negatív függőség, mert basszus, hogy kap ételt, kap szeretetet, kap odafigyelést, kap gondoskodást, érted? Tehát ez egy nagy pozitív. És hasonló ez a, amit nekem az Istenre adó kapcsolat. És igen, ez az első, mert hogyha nem tudom, az előjelszolta. A második, azt még már elfelejtettem. Akkor átfogalmazom, te a szer... De nem azért felejtettem, mert az volt a kérdésem, azért... A szerfüggőség szerinted alkati kérdés. Ja, igen. Én azt gondolom, hogy... Meg az a tapasztalat, hogy nagyon sok függőt ismerek, tehát ugye egyik többet még lehetne egyszer, mert értem, hogy a kérdésem mozgott ebben a körbe. És az a tapasztalat, hogy bárkiből lehet kémiai szerfüggő, de nagyon sok kölcsönhatásnak, vagy összhatásnak kell ahhoz megtörténnie, hogy X függő legyen, mert lehet, hogy X gondol könnyebben lesz függő. Ez most kicsit zavarosul. Szóval azt gondolom, hogy tehát ilyen genetikai meghatározottság az biztos nincs, de az például tökre számít, hogy az ember családjában mennyire van jelen a függőség. Tehát van egy úgynevezett, már elfelejtettem a szakkifejezést, ezt terápiára csináltuk. Életűs. Családfa, az a lényeg, hogy az ember így végignézi, hogy a családjában, tehát a szüleinél, a nagyszüleinél mennyi öngyilkosság volt, mennyi vállás, alkoholizmus, stb. Mert hogy azokat a mintákat öntudatlanul, ez egy családterápiás jelenlően módszer, az ember öntudatlanul lemásolhatja. Tehát ha sok öngyilkosság volt a családban, akkor ez valahogy benne van öntudatlanul, hogy ez egy megoldás. Hogy ő gyilkos lesz, de ez most tök szomorú, és ugyanígy a vállás. És nekem például a fater alkoholista volt, apám, az anyámnak volt három bátya, mint három alkoholista volt, a nagyapám is alkoholista volt. Érted? Tehát ugye a függőség, meg ez a viselkedésmód, ez így jelen volt a közvetlenül környezetemben. Meg és ez biztos befolyásolja az ember. De nagyon sok függ attól is, hogy az ember milyen környezetben nőtt fel, milyen ingerekért, milyen nevelés, milyen értékeket kap otthonról, gyerekkorában, mennyi szeretetet, stb. És aztán nyilván a saját döntései. Tehát én azt gondolom, hogy bárki, aki függő, bármilyen függőséggel küzd, kényelmes
összefüggősége, az abban benne van a saját felelőssége is, és nálam is. Tehát én tudom, hogy a szüleim elváltak, a éves koromtól nem volt apám, nem volt úgy, mint előttem, aki ez így tudta, hol értékeket kaptam volna, és én kezdtem el értékeket keresni, és én tudom, hogy ez kb. Húszszeres életforma, hogy ezt elfogyasztás értéknek tud, stb. Tehát, hogy politikai meghatározottságok szorongó volt, és a többi, de nem, az, nem gondolom azt, hogy én azért lettem a drogos, mert elváltak a szüleim. De hogy ez is benne van. Ez is benne van, hogy mit tudom én, hogy abban a korszakban nőttem föl, 90-es évek, amikor tele volt az utca, utcadrókkal, 89-ben volt legális szerek Magyarországon, 90-es években meg előződötték az országot, és például a szüleinket lehetett, vagy anyám, meg a tanárok, meg a többiek abszolút nem várták, hogy mi csodat. Tehát én a rendőröket szívtam füvet érted. Tehát ők nem tudták, hogy mi a... Tehát itt tartott 90-es években a dolog. És nyilvánvalóan ezt így... tehát ez is hozzájárt. Járjon. Tehát, hogy ilyen társadalmi közelben vagyok. Voltam. Benne voltak saját döntéseim, abszolút. Tehát, hogy nem mutogatok se a társadalomra, és nem mutogathatok se az anyámra, se arra, hogy elhagyott a feleségem, se arra, érted? Tehát, mert ez általános igazolás és általános mutogatás egy függőnél, hogy ki miatt lettem én függő. Közrejátszott persze, de igazából önmagam miatt, mert én választottam, én döntöttem így. És ott pedig igazából a kérdés, amire azt mondtam, hogy bizonyos emberek könnyebben lesznek függők. Ez nagyban befolyásolja azt is, hogy milyen szert használ. Tehát én azt gondolom, hogy azt mondtam, hogy minden embernek megvan az a típusú kábítószer, amire azt mondja, hogy ez az, hogy ez a szerelem. Alkati kérdés. Tehát van, aki mondjuk itt bőr, mondjuk én, tisztán, és akkor nekem, ami bejött, azok a sztondítók voltak. Tehát ezek az ilyen, amitől így kettőig nem álltak, és izé van. Tehát a heroin, az alkohol, a cipú, tehát minden, ami lassít. És nekem például a speed, meg a kokain, meg ezek nem jöttek be. És nem is érted. De vannak olyan típusú emberek, akiknek meg az, amitől azt érzi, hogy ez egész így ki, meg hogy önértékelést tart, boldog, stb. Tehát, hogy ez is nagyon sok mindentől függ. És a másik, ami szerintem a legfontosabb, hogy minden ember életében lehetnek olyan pontok, amik vannak, sőt nem lehetnek, hanem vannak olyan pontok, amik még pontok. Tehát meghalad egy közeli hozzátartozó, elveszte a munkáját, elhagyja a felesége, vagy a férje, meghalad a gyerekek, akármi. Tehát, hogy történnek olyan dolgok az életben, amik nem jó, és akkor ezek lelki mélypontokat jelentenek. És hogyha az ember valamilyen szert fogyaszt rendszeresen, akkor tök könnyen rácsúszhat ezeknek a mélypontokban arra, hogy kétszeresen fogyasztja őket. Tehát én ugye ismerek rengeteg olyan embert, akik mondjuk 35-40 évesen kerültek el oda, ahol függők legyenek, mert ők mondjuk alkoholt használtak, meg füvet, meg szpidert, meg ilyesmi, és ilyen rekreációs megélni ilyen szociális szinten. Tehát esténként, hétvégén, nem tudom. Viszont aztán jött egy olyan pont az életében, amit én nem tudott feldolgozni, vagy egy csalódás, vagy valami, és most rácsúszott. És ezt így, tehát emberi nincsenek receptek. Én azt gondolom, hogy bárkiből lehet függni, de vannak olyan emberek, akikkel sokkal hajlamosabbak lelki alkat szintjén. És ezt nem tudom nem magyarázni. Tehát, hogy vannak valamilyen, ismerek olyat, mondjuk Erdélyből, tehát ez komoly ismerősöm, hogy lelkész család, érted, 5 test, 5 gyerek van, és a legkisebb az anyagos, tehát drogos. Tehát érted, a másik 4 pedig építi az életét egyik, mit tudom én, van másból. És ugyanazt a neveltetést kapták, ugyanazokat az értékeket kapták, ugyanazokat a szeretetet kapta, vagy nem tudom, tenni kívülről úgy néz ki, de hogy a negyedik az mégis anyagos lett, és lehúzta a fél a várost. Szóval ez egy megmutatték össze állandóan, meg lecsukták, meg nem tudom, és egy 22 éves srác. Tehát már ott is, itt nem tudom, mennyire vannak jelen, de vannak ezek a designer dolgok, amik sokkal hamarabb lejöttük az embert, mint mondjuk akár heroin. Ezek egy új visszerek, és ja. Nem tudom, ezzel válaszoltam. Lehet, hogy egy mondatban lehetett volna, de tudod. És akkor minek a hatására döntötted el azt, hogy most kell megváltoznod, és hogy most kell levenni a drogot, mert rossz ajánlat. Hát igazából én még kétszer álltam be, és milyen mondtam a töltőt? Az Istenet.
Szóval, hát én egyszer 22 évesen álltam le, még úgy történt, tehát akkor már 8 éve voltam, hogy fogyasztottam rendszeresen szereket, de ugye végigmentem ezen a folyamatot, tehát én egy kábítószerfüggő 18-19 évesen lettem. Tehát én a gimit azt így végig szivogattam, meg partiztam, meg rezsdíztam, meg ittam, meg nem tudom, de hogy ugye leérettségiztem, stb. Tehát hogy így ugyanaz csináltam, mint az egységekkel, korosztályom 20%-a, és utána lettem függő, amikor egyet elvejön az életembe. És akkor igazából, tehát 3 év függőség után két motiváció volt a leállásra, tehát ilyen két ok, amelyem így arra afelé hajtott, hogy változtassak. Az egyik az a folyamatos elvonás. Tehát ugye amikor úgy kelsz minden reggel, meg úgy indul a napot, hogy rosszul vagy, tehát beteg vagy, tehát mint ilyen nagyon súlyos influenza. Fáj egy csont, fáj mindened, nagyon gyenge vagy, erőtlen, ilyen zét, ilyen nagy gerincet, de ilyen zét, késeket forrad meg, akkor hánysz, meg nem tudom, meg fosol, meg nem szóval minden. Tehát ez egy ilyen kellemetlen tünetek, és akkor ami belemász, vagy azok már nem állsz be, hanem akkor egy fel ahhoz kell, hogy ezekhez kelljenek, addig ilyen vagy. Szóval, hogy ez volt az, amit 22 évesen már egy nagyon azt mondtam, hogy lá. És akkor ugye hivatalosan egyetemre jártam, de Magyarországon akkor bölcsesz olyan volt, hogy így elég laza. Tehát így elkületettem fel összesen, aztán ugye többet nem lehetem. De hogy volt egyfajta ilyen háló így az életem, hogy hivatalosan egyetemista voltam, nem voltam hajléktalan, barátnőimnél, meg otthon laktam, meg haverokkal, meg nem tudom. A másik ok, ami meg egy ilyen elég durva volt, az volt, hogy azok a srácok, akikkel én elkezdtem ilyen 14-15 évesen anyagozni, tehát hogy kipróbáltunk kábítószereket, együtt jártunk koncertre, együtt bandázgattunk, stb. Ők ilyen bankok voltak, egy részük. És egyébként egy gimibe jártam, egy ilyen úton egy gimibe, de tehát ott oda jártam, ott is egy rosszabb srácok, de inkább parakfankokra hozottam. És ezek a srácok, tehát így 8 év alatt még együtt kezdtünk elhárványozni, tehát hogy így nagyon megváltozott az életünk, és ezt is elettünk, tehát ugye egyre jöttek az, hogy pénzt kell csinálni, így kezdett meghalni az emberek, ott túladagolt magát, volt, aki öngyilkos lett, volt, aki balesetet szenvedett, vagy ki tudja, hogy baleset volt. Tehát így kezdtem megkaradni, vagy egy ilyen elég gondolat történet társasággal, és akkor volt olyan, hogy az egyik ismerős, egy barátom, hallom, akit ismertem meg 8-9 éve, és nagyon jó embernek ismertem meg, ő lesz ott egy taxist. Meg bele volt még a barátnője, meg még egy, nem barátnője, egy kis csaj, meg még egy srác, aki állami függő volt, és én is majd ott voltam, csak azért nem találkoztunk, mert hogy nem volt, mert kész volt, nem találtam volna. És amikor én ezt meghallottam, hogy ez történt, tehát én ismertem, tehát tudtam, hogy ő nem agresszív, meg általában, tehát így nem értettem, hogy most mi van. És aztán, és akkor így volt egy ilyen aha élményem, tehát egy ilyen hirtelen ráébredés, hogy basszus, hogy mide vagyok. Tehát abban vagyok, hogy embereket szólunk fel, érted? Pedig én nem, ugye nem csináltam ilyet, de én is csinálhattam volna. Mert hogy az elvonásra ezt így, tehát az, hogy megjelent cucc, az ilyen nagyon, tehát az a legelső. És akkor ettől megijedtem, és akkor kértem segítséget. Tehát ez a két dolog volt, ami igazából így, tehát 22 évesen ugye felé vitt, hogy változtatni akarjak, és akkor is a segítségkérdés ilyen tök nehezen ment. Tehát nyilván anyának nem mondtam el, hogy mi van, bár az ő látta a jeleit, de ahogy keresett voltam a 6 hónapokban. Nem is mentem orvoshoz, mert orvosok akkor úgy kezelték az anyagosokat, tehát hogy fúj. Tehát, hogy jobban, mint érted, hogy nem, mert az orvos ide ne jöjjön be. Volt olyan, hogy a túladagoláshoz akkor például előjött ki a rendőrség, mint a mentő. Hát ezért is haltak meg akkoriban rengetegen, mert hogy így nem hívtunk meg, nem hívtak az emberek mentőt a izéhez, se aki túlvágta magát, mert hogy francok arra a rendőrökkel a tizenő. Na mindegy, szóval az egészségügyi rendszertől nem kértem segítséget, hanem egy ismerősöktől, aki gyűlös barátnő volt a mentőben, és tudtam, hogy ilyen segítő szakra jár az egyetemen, őt hívtam fel, most mi az. Milyen francot csinálja. És ő ajánlott helyeket, és aztán fél évig jártam ilyen segítő csoportokra, dolgoztam azon, hogy ott szervezetesé váljak, és két és fél évig teljesen abszinens is voltam, tehát nem fogyasztottam semmilyen kábítószert, meg se alkohol, se nyugtatót, semmit.
viszont így a személyiségem az nem változott. Tehát az a 8 év az annyira átalakított, így lelki, meg személyt, meg gondolkodás szinten, hogy így, meg ugye nem volt a helyemben, nem volt értékközpontú, tehát nem ismertem Isten, mondjuk így. És ekkor jött a munka menni. Tehát igazából én azért is tartom azt a 2,5 életi rockkarrierem részének, mert hiába nem fogyasztottam semmilyen szert, ugye nem drogosként működtem, viselkedés, meg gondolkodás volt, meg lelki szinten. Másodszor, amikor leállt, vagy hát amikor elkerültem mégis terápiára, akkor még nem az volt, hogy azért mentem el a válaszunkból, meg azért kezdtem ezt intézni, mert így majdnem meghaltam. Tehát, hogy semmi romantikus nincs benne. Tehát én nem akartam megváltozni, nem akartam jobban lenni, mert nem voltak körülöttem emberek, csak drogosok. Tehát az anyám az már lemondott róla, miután 100 000-szer átvertem, meg már rendőrt hívott rám, meg nem tudom. Tehát, hogy már nem, tehát mindenki, aki rajtam segíteni akart, azt szép manipuláltam, kihasználtam, és egy idő után nem voltam róla. És én azért nem tudom a válaszukba, mert egész egyszerűen már nem tudtam, hogy pénzt csinálni, nem tudtam, hogy beszerezni. Nem tudtam megmenni lopni a boltba, mert így rám néztek, és így rögtön kivágtam biztonsági őrök, annyira elvágós volt, hogy mit csinál. Tehát, hogy egész egyszerűen annyira lepukkantam el, hogy meghalni nem tudtam, élni szintén nem, és elmenekültem ebből a közökből. Tehát, hogy függőségnek abban az állapotában, amikor az ember már úgy tényleg így leépül, és mert tényleg csak így a gondolkodás múlja, meg a mindenre az csak a körül forog. Már így el sem tudja képzelni, hogy milyen lehet tisztán. Tehát, hogy milyen az, amikor én nem fogyasztok szert. De belegondoltok, alkoholistáknál is így van. Tehát, hogy akivel keményen viszik, azt meg nem tudja el képzelni. Meg persze hazudik önmagának a környezetének, hogy most legyen, de hogy ezt nem lehet egy pillanatról abba hagyni, hogyha az ember abba hagyja, egyrészt ki kell bírni a fizikai elvonást, tehát a negatív hatásokat, és utána pedig ott van az a lelki űr, hogy és akkor most mi van? Tehát évekig ezt csináltam, és akkor most mit fogok? És ez nagyon távol tart minden anyagost, meg szenvedő életeket attól, hogy változtasson. És nálam is az kellett, hogy olyan mély pontra jussak el, amikor már nem volt más. Tehát van egy mondás, hogy 3 út van egy függő előtt, az egyik a börtön, a másik a temető, a harmadik a rehab. Tehát, hogy vagy börtönbe kerülsz, minden olyan dolgokat csinálsz, vagy meghalsz, vagy pedig elkerülsz egy rehabra. És itt a rehabban az a kulcs szó, hogy egyedül nem lehet leállni, te egyedül egy függő nem tud. Te csak segítséggel. Hát a döntés, ez megint az a függőséggel jut el, hogy számomra másodszor, amikor elkerültem, ott nem volt döntés, tehát hogy egy ilyen túlélési ösztön volt. És amikor én ott voltam rában, és elmúlt az elvonás pár hét alatt, meg így kezdtem egy kicsit jobban lenni, és figyeltem a srácokat, terápia, meg nem tudom, és múltak a hónapok, én menet közben kezdtem el elhinni, hogy én képes leszek majd tisztán élni, és én akkor hoztam meg azt a döntést, hogy én nem akarok többé elmegoldani. De akkor már ott voltam terápián egy idejel. Tehát, hogy... De ez az én személyes sorsom, tehát én ezt nem gondolom, hogy de hogy ez a döntési szabadság a függőségben már nem nagyon van meg. Ami előtte még megvan, amikor rekreációs szociális használó vagyok, vagy akármi problémás használóként is, mert a függőség az egy olyan, a kémiai szerfüggőség az egy olyan kényszer, ami az ember lelkét, meg a gondolkodását teljesen beszűkíti, és nem látja, hogy van választása. Vagy én legalábbis nem látom, és nagyon sokan függőek ismerek szintén ebben a... Nem tudom, ezzel válaszoltam el. Először az volt, hogy gázdolgok történtek, másodszor nem tudom, hogy nagyon gázdolgok történtek. Mikor miért nem kerestem vissza így a első állásokat? Igazából azért, mert mivel kétszeresen kívülként működtem. Azt gondoltam, hogy az abszinencia, a szermentesség, tehát hogy nem fokozom, nem... Igen, hogy az a cél, pedig azóta rájöttem, hogy az abszinencia az nem cél, hanem eszköz az én esetemben, vagy egy függő esetében. Eszköz arra, hogy egy teljes és boldog életet éljen, vagy ilyesmi.
hogy bármit is csináljon. Tehát ugye az csak az alapcél, az alapkiinduló pont. És mondjuk ezt az alapkiinduló pontot is soha nehéz lenni a függőnek, tehát az, hogy szemléletessé váljon. És ezért sok függő azt gondolja, legyen az alkoholista, legyen az akárnél, vagy 20 éves füvet szívó csávó, akárki. Hogyha leteszi, akkor már minden rendben. Tehát ide van. Tehát onnantól készült a hardcore rész. És én ugye ezt nem tudtam, és rögtön ugye a munkára flasheltem rá, tehát ugye én egyébként újságíró voltam, és filmekkel foglalkoztam, és így az a kényszeresség úgy jelent meg az életemben, hogy nem volt egyensúly. Tehát ugyanúgy kontrollvesző módon dolgoztam, és nem tudtam örülni igazából, nem voltak normális emberi kapcsolataim, nem tudtam szeretni. Az érzelemileg mindenem beszűkült volt, szóval ez a kényszeres működés megmaradt, és ebben kiégtem 2,5 év alatt. Kiértem. Tehát egy idő után így azt volt, hogy most ezt meg. Hogy így sikeres voltam, tehát hogy úgymond karrier szempontjából, tehát a legnagyobb laknál voltam szerkesztő, vagy csak írtam, ízlét, ismertek, hogy így minek. Úgyhogy így nem volt se célja, se érték, se erőd az életemben. És ugye is például párkapcsolatban se, szóval az sem volt, hogy egy nővel normálisan tudjak működni, mert ugyanaz a használható volt, mint korábban, hogy egy drogos az környezetét, az embereket elkezdi használni. Tehát, hogy kitől lehet pénzt nem húzni, kitől lehet benne kirágni abba, hogy mit kell befogadjon, vagy tehát életet, vagy életét, bocsánat. Szóval, ez. És nekem úgy nézett ki a visszaesésem, hogy én elkezdtem szociálisan, azt gondolhatom, hogy szociálisan szeret használni. Tehát elkezdtem úgy hívni, meg füvet szívni. Tehát újságíróként elveszte, és mindig szívott közöttem. Bocsánat, tehát hogy nagyon sok helyen ugye rekreációs szinten használnak különböző dolgokat, alkoholt ugye mindenhol, de van ugye emberek, hogy a füvet meg nagyon. És azt gondoltam, hogy ezt én is meg tudom tenni. Ha látom az embereket, hogy meg családjuk van, és akkor hétvégén etétnek, vagy itt tudom én, lerúgnak, és tudom minden, oké. És én is elkezdtem így csinálni, de hogy én már egyszer függő voltam, én nem tudom, most sem tudom. Szociálisan szeret fogyasztani, tehát hogy egy évig ment az, hogy kontrollvesztő módon hittam, meg szívtam, meg ami szembe jött, de a heroin nem, tehát így próbáltam kontrollálni, és dolgoztam, mint gép. És igazából így tökre megcsettem, és aztán a pszichiátriára kerültem, és az is szívjót szereztem, kaptam egy csomó legáltrogat, tehát ilyen zombit csináltuk belőlem, és onnan kijöttem, és akkor ott voltam 8. kerületben, és akkor még nem jelent nekem semmit, hogy visszakerültem ebbe a drogos életformába. De igazából visszatérve a kérdésedre, tehát azért kezdtem el újra szert használni, akár füvet vagy alkohol, mert hogy így öröm, tehát nem volt öröm az életemben, nem tudtam kikapcsolódni, nem volt cél az életemben. Tehát igazából egy csomó olyan az a lelki dolog, amit így próbáltam ütemezni. És aztán egy évig úgy még így nagyjából ment a dolog, és aztán hát a THC-nak van egy olyan tulajdonsága, mert a fű, a drogának, a hasisnak, ezeknek az új bioherbál füveknek meg pláne, aminek a évi állatóknak van, hogy a rendszeres és főleg az intenzív használat, meg a hosszú távú használat, az így bizonyos alkató embereknél így előhoz ilyen paranoid, meg skizofrén, meg ilyen pszichotikus tüneteket. Tehát nem, hogy egyszer beszívsz és olyan leszel, hanem mondjuk, hogy egy évig minden este megmondhat, akkor jön meg előtt, ez egy üldözési mennyi, és nekem is ez jött elő. És ezért is kerültem pszichiátriára. Tehát ez volt végül is így a dolog. Nem történt semmi olyan. Tehát semmi olyan, ami amúgy sem. Tehát ez az, ami önigazolás lenne, hogyha azt mondanám, hogy azért már elhagyott a csajom. Mert érte, persze elhagyott a csajom, mert elküldtem a francba. hogy igazából azért, mert megmondtam őt. És aztán például, amikor a 8-ban harmáztam, és amikor találkoztam végig ismerőseimmel, és így kérdezték, hogy de mi van, akkor azt mondom, hogy hát azért, mert elhagyott a barátnőm, és nem tudtam föl. Tehát, hogy akkor megjelentek ezek az önigazolások, meg hogy elvesztettem a munkahelyemet. Persze, hogy elvesztettem, mert nyitva hagytam az ajtót, mert nem voltam állva, mint a bot, nyitva hagytam a szerkesztőség ajtaját, és én voltam a képszerkesztő, és állítólag egyébként mégszem ilyen nagyon durva, tehát ilyen horrorfilm részletekkel papítáztam ki az egész szerkesztőséget.
ez még a pszichiátra is elmekerül, és előbb volt. Tehát, hogy történtek ilyenek, de az már az én viselkedésemnek következménye volt. Viszont én, amikor drogos voltam, akkor tudtam azt mondani, hogy hát én azért kezdtem el drogozni, mert eljött a barátnőm, elveszettem a munkájámat, meg szar a világ. Tehát, hogy ezek az önigazolások, ezek mindig megvannak. Én azért kezdtem el drogozni, mert vagy újra drogozni, mert hogy nem éreztem jól magam, nem volt a célja, mint a sorban. De ez többé nem fog megtörténni. Ez csak az Isten tudja. De te rajtam úgy, nem? Tehát én azt gondolom, hogy ha én bármikor újra kábítószert, vagy valamilyen szert fölösztani, az nem azt történik, hogy azért történik, hogy én jelzetet keresnék belőle, vagy jól akarnak érezni. Na, hogyha szeret, vagy nem olyan élethelyzetbe kerülnék, amit képtel vagyok tisztelni, feldolgozni. Tehát szermentesen. Tehát amikor probléma megoldás lenne az, hogy én beállom. És én azt gondolom, hogy az Istennel való, tehát az Istentől annyi szeretetet megérzéket, meg jó dolgokat várják kaptam, amiről várják. Nagyon sokat. De az egyik ilyen dolog, ez a választási szabadság is, amit visszakaptam. Tehát én azt gondolom, hogy, és ezt egy értéknek tartom, hogy ezt a tudásomnak az a része, hogy én bármikor újra kellett a szeretet várnék, de nem tudom. Tehát megvan az a döntési szabadság. És előfordulhat olyan élethelyzet, amikor annyira meggyengül az Isten kapcsolatom, vagy a magyar kérdeznek, meg olyan dolgok történnek velünk, megint beszúrja a gondolkodásmódom, és akkor reális alternatívának tűnik, hogy na jó, azért egy keresztes belefér, vagy hogy rá, most hát miért nem ugye beestem. De hogy jelen pillanatban nem érzem ezt, hogy ez így lehetséges lenne, de hogy ismerek nagyon sok utat is. Tehát ismerkedett 9 év után is az vissza, a verseny szép után. Szóval a függőség az egy olyan történet, hogy megszabadulok tőle az Isten szükségével. De hogy azzal, hogy visszakapjam a szabadságomat is tőle, a felelősség mindig az enyém. Abban, hogy fogyasztok a szerfény, nem az Isten szükségével, hanem se azokat a kezemből, hála neki, hála az Istennek. Mert ettől érzem azt, hogy felnőttnek vagyok tekintve, és szeretve vagyok. Megadjuk neki a főnök? Ez igazából egy könyvben mutató, hogy itt a könyv, én azt adom helyezni, hogy egyébként a főnek röviden is nyugodtan röviden. mi az az üzenet, amit átszik? Mondod, hogy inkább legényszerűség, tehát az lehet szeretni arra, amit üzenni kifelé azoknak, hogy kell olvassák, és még esetleg, hogy megnyugodjuk szerhez, vagy akár azoknak, akik már benne van, hogy benne volt ebben, tehát van-e valami központi megfogalmazott üzenet, nem csak megírva. Most a másodikra gondolsz? Igen. Olvassuk el benne, mert eljutott benne. Eljutott tök jó léva, lehet, hogy ez. Hát most komolyan, szóval ez az Isten dolgát a lehetséget ahhoz, hogy egy jól kérdelmi a szavart, hogy egy jó dolog. Nézd, nincsen. Tehát, vagy egy csomó fajta. Tehát pont ez, amit így mondtam a legelején, hogy én tiszteletbe tartom, vagy szóval, hogy én az olvasóra szabad lényként tekintek. Tehát, hogy én nem akarok ráérőtetni semmifajta üzenetet, hanem így partnerben tekintem abban, hogy azt szűrje belőle, ami az ő érettségének, meg szellemi színvonalának, aki most nem a műveltségének, vagy éppen a teljes értékenyének egyetiketét megszólítja. Tehát, hogy még vannak benne üzenetek, az alapüzenet az az, hogy Isten nélkül nincsen. Isten nélkül. Jó, hogy én arra lennék nagyon kíváncsi, hogy a környezetedben, akiknek már sikerült még a barátai közül most tisztának lenni, vagy lemondani a dolgot, akkor ők most mire kapaszkodnak, mire hiszel? Mert azt már leszűrtem, hogy te Istenben hiszel, neked most van egy erős Isten hitel. És a többieknek? Hát ismerek egyébként ismerek olyat, aki barátaim közül, szóval akikkel én egyébként elnyújtani hoztam, azok közül. Senkinek nem sikerült? Ez egy ilyen sztori, tehát hogy nagyon sok reált embert ismerek, tehát függő, de azok közül, akikkel 10 évesen elkezdtünk, kihalt az a kanda, vagy eltűnt.
börtönben van, tehát 34 éves vagyok, és az egyó karrierben köszönöm, hogy öreg, öreg. Van egy srác, akiről tudom, hogy jól is Magyarországra él, tehát neki kicsit messzire kellett mennie. Egy hippikon minden van. Mindegy. Szóval. De, tehát, hogy van egy ennél nagyobb dolog, tehát akiket én ismerek és tiszták és lehetek, azok főleg tehát a Narcotics Anonymous, illetve az anonim alkoholistákhoz hasonló program keretében, ahol Istennek ki sincs mondva, viszont ott van egy olyan, abban a programban egy olyan mondat, hogy felsőbelő, illetve elég sokszor hangsúlyozzák a felsőbelő jelenét, és aminek az a logikája, hogyha engem valami legyőzött az alkoholt a dolg, tehát van valami nagyobb nálam, akkor kell lenni egy emlés nagyobb erőbe, amivel segítségére. Ami segítségére. Igen. És sok olyan embert ismerek, aki ennek a programnak a segítségével tiszta, évek, vagy akár évtizedek óta, és konkrétan nem hívő, tehát nem keresztény, nincs. Mindegy, akkor is van egy erős hitel. De van egy erős hitel, igen. Tehát hit nélkül nem olyan lehet hosszú távon tisztelnek maradni, illetve ami ilyen apróságoknak tűnnek, de nagyon fontosak a mindennapi életben, hogy legyenek célok, legyenek, amúgy is fontos, nem csak egy függőnek. Legyenek célok, legyenek. Bocs, én nem tudom, nekem te gyerekkorodtól kezdve mindig lelkileg borzasztó szegény ember voltál. Köszönöm. Bocsánat, hogy ezt mondom, de szerintem azért is fordultál ennyire a drogok felé, mert nem tudom, ez tényleg vagy a családod, vagy a környezeted okozta, és nagyon örülök, hogy te rátaláltál valóban erre az erős istenhitre, mert ez segített, hogy világba jönnöm. Az Isten nélkül nem lennék tiszta. Pont ezért, mert hogy számomra, hogy fogalmazunk a lelki szerénységem miatt, vagy azért, mert ilyen retardált vagyok, nem tudom. De hogy így a semmilyen tevékenység nem ad örömet, ami tehát most érted, hogy az, hogy írok cikkeket, írok, vagy könyveket írok, vagy az, hogy a nők, vagy a szex, vagy a család, hogy legyen egy gyerekem, vagy öt gyerekem, vagy tízünk, mekkora házam, vagy mekkora nem tudom micsoda, tehát hogy ezek az a dolgok, amik úgy látványosak az életben, vagy a pénz, vagy teljesen minden, azok tehát nem adnak egy örömet okozni hosszú. Igen, tehát nem ad biztonságot és egy állandó stabilitást. Tehát minden, tehát azt mondom, és ez is mondjuk a foglalkozás az egyik alapmondása, hogy az Isten nélkül világ, ez igazából illúzió. Tehát a drogok világa ugyanúgy illúzió, mert hogy azok az érzések, amit kábítószerektől kapok, az illúzió, az nem valóságos. Tehát mert hogy azok az élmények elmondnak, amit visszahatása is változó, tehát nem válik át, mert a valóság az ember életben. És hasonlóképpen mindez, amit úgymond érték nem tudom, az Isten nélkül szartnál semmit nem jel. Tehát az, hogy most mekkora autó van, milyen iPhone-on van, hány Facebook ismerősen van, milyen ruháim vannak, hova megyek erre van, és a többi, ezek a dolgok, amik szintén értékeltünk, igazából nem értékeltünk, mert illúziók, mert eltűnik minden. Hát nem is az a legnagyobb érték. Az ilyen, hát ezt mondom, igen. Tehát, hogy illetve ez a könyvnek van az üzenete, de hogy én hívőként azt gondolom, hogy minden olyan dolog, ami mondjuk pozitív és értékes az én életemben, az Isten dolga. És ami meg rossz, tehát nem az, hogy a saját fogásségem. Tehát azt mondom, hogy izé... Ja. Yeah.
Ő neki duplán egy gyerek. Nem, de ott itt azért tényleg így azért. Ez a projektek volt. Így a könyv keletkezési történetéről, de nem is nem beszéltünk, de beszéltem. Tehát azért írtam ezt a könyvet most, és azért ez a sztori, mert tavaly áprilisban én forgatókönyvből tudtunk filmet, tehát egy filmes forgatást is én adom az összekötő, én is jól is jönnek, akik átláltak a Disney-et broadcastnált, és Daniel broadcastnált, és akkor én is elük hozottam majd újra kiktok ők között voltam. És akkor voltunk egy ilyen foglalatban is, ami ennek a mintája volt. Tehát a foglalatányz az ugye azt jelenti, több jelentése is van, de ebben az esetben azt jelenti, hogy feltöltek egy ügyesen álló házat, és oda beköltöztek. Hajléktalanok, drogosok, alkoholisták, körözöttemek, nem tudom, és abban, ami ennek a mintája volt, az a Király utcában a Budapesten, tehát a belváros közepén. Kb. Senki nem tudta jutni pedig, tehát ez ilyen turista bevásárló utca, Bülin negyed, nem tudom, és ott volt ez a foglalat, és akkor többször voltam. És ezek az élmények engem, tehát így mentálisan, meg eléggé meg is viseltek, meg is erősítettek. Tehát mindenképpen hatásra voltak el. És ez benne van az írás folyamatában, meg a szövegben is, hogy ez számomra ez milyen, tehát igen, voltak sóvárgásaim, ebben az időszakban is, akkor elég mozogtam, a könyvírás közben is. De itt a sóvárgás, ez alapvetően nem egy konkrét szerre irányult, hiszen azokat a szereket én nem is ismertem, és azt nem tudom, hogy ezek a srácok. Tehát mondta, hogy a helyén 20 erősebb lással, 20 nagyobb élményt ad. Mondjuk a MDP-vére, hogy tudsz, hogy a fánkiverek listáj, tehát ezek ilyen designer dolgok, amik legalábbisan veszel összetőek voltak akkoriban Budapesten, és internetről lehet behető. Tehát nem így konkrét szerek felé, hanem afelé az életforma felé, amit élnek az anyagosok. És ez nem egy pozitív dolog, abszolút, semmi érték nincs benne, de volt egy sugárgás afelé, hogy ez a nem érdekel semmi. Tehát ez a felelőtlenség, totál felelőtlenség, és valahol egy ilyen nagyon vegetatív létforma, és afelé volt, hogy ilyen tiszta élet, de nekem meg kell felelnem, meg kell csinálni a dolgokat, azok olyan is, amit adott esetben nem szeretnék. Bíznak benne emberek, nem élhetek vissza a bizalmukkal. Tehát van egy csomó olyan dolog, ami ahol a kettőnek. És akkor, vagyis ott a másik irányban, és ott is elmire. És e felé az életforma felé volt egy sóvágás, hogy tudat alatt úgy lélekben. Tehát nem arra az egyik kérdére, hogy arra szoktok, amit ebből leszúrtam, hanem az egész külső létezésre. És ez egy ilyen paradoxon, mert igazából tehát emlékszem, mert tudom, hogy ez nem egy jó állapot, de mégis ez volt. Ilyen volt meg többször, hogy mi azt éreztem, hogy a beállításom határán voltam, és akkor
visszalépni a kempingbe. Tehát, hogy szerintem ez egy tök fontos kompetencia, vagy készség, hogy az ember ismerje magát. Igen, az, hogy ki vagyok, mi a vagyok, mennyi bírok. Tehát misszió, hogy egyébként jelent szó szerint, tehát hogy a szolgálatkora van. Tehát, hogy valahogy a szolgálat, az hogy lehet, hogy viszél az eltiszteltes utányokat. De tehát a szolgálat az az, hogy használni. Ja igen, tehát küldetéseket. De hogy ennek az alapat így tudja szemben a szolgálat. Tehát az, hogy segítek máshol, hogy segítek az Isten, és segít az Isten, és nekem is segít rengeteg ember, és segít. És mióta nem vagy függő, azóta milyen a kapcsolatod a családoddal? Például az édesanyáddal. Tök jó kérdés. Ez is tök jó kérdés. Hát nekem a családom az ugye az édesanyámat jelenti. Vele nagyon sérült volt. Mostanában újra szeretett kapcsolatom köztünk. Nagyon szeretjük egymást. És normalizálódott ugye illetve 4 év alatt. Tehát, hogy nekünk nagyon rossz volt a viszonyunk már így a végén. Így többször előtt meg itt tudom, tehát ugye nem tudtam el ezt a viselkedést tolerálni, ahogy én éltem. És még a terápiám alatt, hogy ránc keresztül elkezdődtek én közös beszélgetések hármasban. Tehát édesanyám, a mentorom, meg én, ahogy kölcsönösen tisztáztuk a múltat, elmondtuk. Tehát egy ilyen terápiás esetek voltak, és aztán így szép lassan visszaépült a bizalom részéről is, meg részemről is, meg igazából már nem értem a részemről, ahol, tehát hogy én már így nem igyekszem őt támogatni, így nem kérek tőle semmit. És igyekszem elkerülni az igazság. Tehát, hogy nagyon
neki is vannak olyan viselkedés formája, amiben, tehát amitől bennem olyan ösztönös ingerek indulnak be, hogy most el kell rondolni rákba. Tehát ugyanezt érzem, mint 10 évesen, bizonyos gesztusaitól, bizonyos mondataitól, bizonyos dolgoktól, amiket ő mond, vagy ahogy mondja, amit nem tudok kezelni. Tehát éppen ezért édesanyám a másfél órát tudok maximum eltölteni, úgyhogy hogy így figyelek rá, kedvesen és szeretem, és mondanom kezdve, hiába nem változik a viselkedése, beindulnak azok az ingerek, hogy feszült leszek. És hát ami fontos, hogy így kölcsönösen meg kell bocsátanunk egymásnak. Bármilyen fura, de nekem is meg kell bocsátanunk dolgokat, mert éppen a terápián nagyon sokáig hibáztattam, azért, hogy ott tett az apámat. Hiába volt az apám egy alkoholista, és agresszív, és nem volt más választása tudat alatt, én azt mondtam, hogy nem, miattam ültem fel apa nélkül, mert érted? És ez így hiába, hogy sem tudom, hogy így van, de érzés szinte bennem volt, és akkor ilyen dolgokat kell megbocsátanunk egymásnak, őnek meg sokkal több minden. Kezdve mondom, hogy hányszor kipakoltam a lakásukat, sok tudom. Van egyébként egy férje, aki 9 éve idősebb, egy alapcsávó, egy szív. Ő is így eléggé megérte ezeket a anyagos dolgaimat. Vele is normálisan viszont. Szóval normalizálódott, de ebben sok közös munka van. Meg ő már nem fog változni. És elfogadom így, és szeretem így. De nem várom rá, hogy változtasson a saját életén, a saját előítéletén, a saját viselkedésén, hogy igyekszem tolerálni, és ugyanúgy gyenge, és nem hibáson bűnre, semben, mint bárki más, mint én. Nem tudom, erre voltál kíváncsi? Ne. És bocs, hogy én sokat beszélek. Ezzel vagy úgy általában? Ezzel. Én azt gondolom, hogy ez, hogyha még olvas. Tehát a képes olvasni. Tehát én ismertem egy csomó olyan tudatot, aki már ott tart, hogy nem jut el hozzá, nem jut akár az enyémre. Tehát én nem olvas könyvet, nem néz ki, hogy nem úgy kell semmi, csak függ. Tehát, hogy iszik, vagy anyagozik, vagy azért. Tehát, hogy problémás használó lesz, szerintem lehet. A függőre is. Még igazából a függőknek meg vannak azok a saját élethazugságaik, amikben nem engednek be nagyon más területre. Tehát, hogy rengeteg alkoholistát meg drogost ismerek, akik addig fogják ezt csinálni, hogy lehetőségük van rá. Tehát, amíg van rá, pénzük, amíg van rá, vaholnak, mindig, stb. Tehát van egy ilyen állapotban a függőséget, már csak az segít, hogy az ember elérjen olyan mélypontot, hogy azt mondja, hogy ezt én nem akarom többé. És rengeteg olyan ismerősöm van, aki valamilyen kémiai szertől függ, de mondjuk a családja pénzeli, vagy valahol lakni, akkor az életben nem fog ráállni. Hiába van rosszul fizikailag, vagy akármi, bizonyos esetekben. Nem. Mert így maradok szóval. Most persze azt kéne mondanom, hogy igen, segített rajta a könyv, tudunk, de tényleg segített az esetben, attól függ, mennyire van képen, fejben. Én nem olvastam 4 év alatt, mikor a 8. kerületben nem tudtam például. Még angol? Jaj, hát meg, tehát ugye az életem során azért sokat olvastam pár szer, de nem. Kamaszkoromban, igen. Sőt, akkor az volt, hogy nekem kamaszkoromban az volt az ideológiám, a szerfogyasztása, hogy én ezzel tudattárítok, hogy én ezzel nem dolgokat élek meg, hogy így normális ember nem. És amikor ebben része volt, hogy így betétben olvastam mindenféle dolgokat, amikor már abszolút nem emlékszem, mert így tökre félreértettem őket. Tehát így Nietzsétől elkezdett, ilyen filozófiai, meg mindenféle egyébként dolgokat olvastam, de ott az... Külső lehet rá lehet, hogy valaki ebből, hogy lesz külső.
Szerintem úgy lehet, hogyha tehát egy függővel nagyon nehéz bánni. Tehát az a tök fontos, hogy ilyen kereteket kell felállítani, amihez aztán az ember ragaszkodik. Tehát most példát mondok, egy olyat, hogyha be vagy állva, te vagy rúgva, akkor ne találkozzunk, vagy akkor nem engednek el, vagy nem tudom, érted. És ez konzekvensen ragaszkodik, mert egy függő az mindig tágítja a határokat. Tehát én nekem is volt olyan, hogy annyira ragaszkodik, hogy be vagyok állva az engedbe, 20-szor megpróbáltam, 21-szer egyszerre beengedett, és akkor már mindig semmit nem lett ez a rész, mert rájöttem, hogy benne van itt állni. Ez az egyik az, hogy olyan kereteket állítani, ami az ember ragaszkodik, másrészt meg szerintem több fontos különbséget tenni a között a visszajelzésben, hogy hangsúlyozom, hogy ő mint ember, XY, ő egy szerethető, egy értékes, ő egy nagyon fontos lény számomra, viszont az, amit csinál, az nagyon gáz, és az állalhatatlan. Tehát az, amit a függősége okoz. Tehát az, hogy hazudik, az, hogy megbízhatatlan, az, hogy nem lehet két valamelyesetet beszélni. Ez ugye függőtől függ, hogy milyen tünetek vannak az ő függőségének a viselkedésében, de erre vissza kell jelezni. Viszont azt a érdemes ezt a különbségtételt megtenni, hogy nem velem, mint emberrel van baj, hanem azzal, amit csinál. Mert ha én elkezdem stigmatizálni, hogy egy megbízhatatlan, drogosabb, vagy akár azt az ember így az identitásának a részében el is azt mondja, hogy állunk, sem tudom változtatni, hogy ilyen meg. Nem tudom, hogy nincs ilyen rendszer, és egy gyógyítás ellen. Tehát ez ilyen nagyon személytől is, nagyon helyszíntől, a kapcsolatoktól, meg múltól. Szóval mindegy, de nagyon szépen.